Hello, sziasztok, üdv mindenkinek, folytatjuk a karrier módunkat, és a Fulham lesz a következő ellenfelünk a bajnokságban, és ugye már a felénél járunk, hiszen 19 forduló lement és 7 ponttal vezetjük a bajnokságot, ami eléggé király, és ugye ott volt a elvárások között az is, hogy nyerjük meg a bajnokságot, és eléggé lehetetlennek tűnt a dolog, meg ugye BL döntőbe jussunk, de most ez a bajnokság, ez most mégsem olyan távoli, hogy megnyerjük. Bár még ugye hiába 7 pont a különbség, ez így fél szezonnál még nem olyan sok. Majd meglátjuk, hogy alakul tovább. Aubameyang is továbbra is 5 góllal vezeti a góllövő listát. Viszont ami rossz hír, hogy a srácok fáradtak, és 3 nap pihenőjük lesz, utána pedig Chelsea ellen bajnoki, utána Crystal Palace ellen FA Kupa, utána Tottenham, Newcastle, Sheffield, mindezt úgy, hogy megvan nyilván az átigazolási ablak. Na, Nézzük, mit tudunk kihozni ebből. Ugye Leno az tud maradni, Bellerin helyére viszont kell Tomiyasu. Ide pedig szélső hátvéd cserének nem Tavarest és nem is Osei Tutut fogom hozni, hanem Maitland Nice-t. Oké, Hummels helyére jönnie kell Chambersnek. Ide egy kis Holdingnak. Tierney viszont bírni fogja, jó. Ide 43-as sharpness, ez is 43-as, ez is 43-as. Jó, jöjjön Bissuma, ide pedig Busquets, és akkor a csere pedig Torreira. Jó, akkor Pepe az ugye bírja, 99-es fitness-e van. Hát Ödegaard is bírná, de ha így kezd neki a meccsnek, félek nem lesz ott a Chelsea ellen. Úgyhogy Smith-Rowe. Jó. És Zaha is lejön. Helyén Martinelli. Ide jött egy Lacazette. Aubameyang helyére pedig Enketia fog jönni. Nagyon jó. Jajajajaj, várjunk. Valamit elfelejtettem, ez pedig Lacazette-nek a karszalag. Na és ők is 4-2-3-1-ben fognak felállni. Gacheniga kapuban, Kongolo, Sessegnon, Adarabioyo és Christie. Goriaran, Zambó, Aguissa, Onoma Cavallero is, De Cordova Reed. Elől pedig egy fáradt Mitrovic. Na. Hát nem lesz könnyű dolgunk, mert gyengébb a keretünk. Sok a változtatás. Mondjuk nem kifejezetten B-keret, vagy hát nem is tudom, mert ott van Leno is, Tierney is, Pepe is a rendes keretből. De a szűrőink pedig olyanok, hogy ott nincs olyan, hogy kifejezetten A-keret vagy a B-keret tagja, hiszen folyamatosan forognak. Ugye a nagyon hasonló rating miatt ugye ez a helyzet a Aubameyang Lacazette párosról. Úgyhogy nem olyan szörnyű a keretünk, de lehet nem lesz könnyű. Gyerünk! Azaz. Jaj, de jó! Ájjajjajjaj! Gyerünk! Kelj fel, Mitrovic! Na. Igen. Kontráznának. Na, ne ti támadjatok, legyetek olyan kedvesek. Nem, semmi gond. Ez az. Smith-Rowe. Nagyon jó lesz. Hát, legalább volt egy lövésünk, így már az elején. Másra nagyon nem jó. De rossz passzokat adok. Ez az, végre annak, akinek akarom. És futhat Pepe. Ott is van, Smith-Rowe.
1-0. Fantasztikus. Ez az. Ezt már szeretjük. Nem jó. Igen. Gyerünk. Nem jó, nem jó. De messziről. Volt baj, azt tudtam, hol a labda. Szerintem a játékosaink se. Jó. Az már nem lesz szerintem. De. Basszus. Gyerünk, egy jó fejest. Erről van szó. Mégse. Szeszenjön. Aki menjen oda. Nem. Úristen. Nagyon durva helyzeteik vannak. Ez eléggé zavaró. Ezt viszont el kell fussak itt. Jó. Egyet nem jó, de legalább nem az övéké, hanem szöglet. Ne. Busquets, kapd el. Üha. Jó, Tomiasson megoldja. Ez az. Most megnézhetjük, Martinelli milyen gyors. És már nem fújja vissza, basszus. Még direkt azért futottam olyan bátran. Mondom, úgyis visszafújja, ha elveszik. Azaz. Kéne még egy gól, mert ez így nem lesz jó. Aj. Gyerünk. Hatalmas csata itt a középpályán. De inkább a hibák miatt, mint sem a nagyon jó játék miatt. Hatalmas a csata. Előttem volna. Hát, ha valami jósul ki belőle. De Chambers ott azt miért hagyta? Azt nem értem. Na gyerünk! Tierney, gyerünk! Kéne valami jó kis helyzet. Hát nem így. Nem nekik kéne itt helyzetbe jönniük. Viszont nem kapja. De mi a fene? Léno szegényként megint nem lesz gól nélküli. Senki nem bírta őt fogni. Jézusom. Utálom a középkezdéseket, de nekem kell elvégezni. Béna vagyok benne nagyon. Ez az. Jó. Tomiasu. Ez az. Lópara. És nem megy ki. Nem tud kimenni. Ajjaj. Ez az. Nagyon szép. Na már. És övéké. Hihetetlen amúgy. Kis szerencsénk sincsen. De majd most. Mondom most. Ez az. És odaér. Hihetetlen.
Jönnének, na, jönniük kellene a helyzeteknek, mert egy-egy, a 17. csapat ellen. Jó, kicsit majdnem bezavart a bíró, de nem lett baj. Sokat vártam. Ja, jól van már. És le is fújja. Hűha, hát ez eléggé béna első fél idő volt. Hú, Chelsea vesztésre áll, ahogyan a City is. Liverpool United viszont, akik második, harmadikok, ha jól rémlik, ők jól állnak. De csúnya statisztika. Ugye hát volt már rosszabb is. De nem örülök azért. De gyerünk, utálom a középkezdéseket. Gyerünk. Pepe. És büntető, valami történt. Lehet kicsit oda csíptek neki. Beleharaptak. Nyakon vágták, bármi lehet. De most kiderül. Igen, faltörő kost játszott, úgy látom. Lacazette messzámát lefejelte. Ott is van. Pepe. Nicola Pepe. Hát így egy büntetővel, de vezetünk újra. Na gyerünk. Nem lankadni a figyelmünknek. Így is van. Azért lefújni. És lapot is. Nagyon jó. Nagyon szuper. Ez az. Na-na. Júj-júj. Ajjaj, de lénó voltál. Nagyon lénó voltál. Úristen, vigyük már el onnan. Lénó azt nem tudja az örökké valóságig csinálni. Hát hihetetlen. Egy jó fejes. Hát megőrülök most már. Kicsit rázós volt, semmi gond. Nagyon bénázok. Nem. Kapjuk össze magunkat, de írtó gyorsan. Mitrovic lemegy, és nem tudom ki jön fel. Nem is érdekel most. Tekerjétek már be, Muniz. Nem tudom, hogy ki. Elonnan, elonnan. Jó. Jó. Smith Rowe. Ez az. Ott van. Lacazette. Erről van szó, kérem szépen. Mégiscsak egy Arsenal vagyunk. A helyzeteket ki kell könyörtelenül használni. Percben hogy állunk? Fáradtságügyileg hogy állunk? Nézzük, nézzük. Hú, és akkor, hogy Tierney biztos ott legyen a Chelsea ellen, akkor egy ilyen cserét végrehajthatunk. Szerintem. Na. Ragyogó. Caballero, Corriaran. Ajaj. Nem áll. Tehát nem is utána Fulham-mel játszik. Gyerünk, visszuma. Nem voltak szabálytalanok?
Azaz. Persze, törd el a lábam. Gyerünk. Gyerünk. Áh. Nem hiszem el. Még jó lett volna. Hello. Hello, szia. Nem, nem. Nagyon jó, nagyon szuper. Busquets. Állom szép. Ezt így is kell. De ez a beadás. Ez már nem. Vagy egy jó volt, csak jött ott a Fulhames, azért nem volt jó. Maitland Nice. Miért kell kézzel? Cseréljünk szerintem. Na, Pepe is lehet, hogy ott legyen a izén. Chelsea ellen lehozzuk, és akkor jöhet Traoré. Nagyon jó is. 56-59. Busquets, ez nem baj, ha nem lesz ott. Ki legyen ott cserének a kövi meccsen, Lacazette vagy ugye Smith Rowe. Jöjjön Enketia. Na gyerünk! Vajon? Fog-e jókat futni? Adama Traoré. Mindjárt kiderül. Egyenlőre Enketia fut nagyon szépet. Úristen, Bissouma! Ne idegesítse! És ugye megint majd a meccs végén, akit legjobban sajnálni kell, Leno, akinek megint nem lett meg a kapott gól nélkülie, és ráadásul mindezt úgy, hogy hatalmasokat védett. Tehát, hogy jól is játszott. Hát mindegy, nem tudom mit csinálni sajnos. Tete. Kérj már fel. Azaz. Nagyon jó Traoré, nagyon... Jó is lett volna, hogy nem tartják fel. Enketiát. Jó, nekünk jó, ha így megy ilyenekkel az idő. Mit csinál ott? Jézusom. De nem értem. Hú. Komolyan mondom, Bissouma. Hát jó. Egyelőre vezetünk még, de most már nagyon óvatosan. Persze, hogy szabályos volt. Ez az, gyertek, 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 majd Maitland Nice itt gondoskodik rólatok, én mondtam. Indítsd! Fantasztikus. Most senki sincs! Izén. Enketián, de nem ment el odáig. Ojaj. Szépen megoldották. Hát ezek bének. Azt viszont nagyon bénán. Ez az. Mindjárt tetejük a 90 perc. Nem lesz, nem. És ez mi volt? Busquets. Hát megölsz. Szegény Enketiának lehetett volna egy jó kis helyzete, de... Áh, ilyen rossz pasztat. Gyerünk.
Há. Nem. Nem, nem. Nem. Le kell fújni, Leno. Erre van szó? Megvan. Megvan, bizony. Még a nyögben elve is, még 17. ellen. Elég értetetlen. Hú, de rossz. Hogy nem is kell túl elmenni izére. És a Chelsea ki is kapott a City egy X-re, fel tudta hozni, és a Liverpool United-et viszont már nem láttam, hogy nekik mi lett a vége. Hú, kétszer is legyőztük a Fulhamet, hát nekünk ez nagyon nagyszerű. No further questions. Thanks so much. Na. 83-1-re lejjebb, mint nem értem, hogy miért. Igen. Úristen, mennyi e-mail. Na, akkor. Fantasztikus. Hú, de jó nekünk. Hú, de tuti. Ó, Keaton Parks elhagyta a klubot. Csatlakozik a Galatasarayhoz. Ő meg az Alkmaarhoz, oda Hollandba. De a pénzt azt már megkaptuk, vagy nem? Ezt mikor kapjuk? Igen. Ez rövid kölcsön, igen. Morissa Trabzonsporhoz. Hú, akkor itt a törököket erősítjük. Aziz ment a Nanteshez. Maitland Nice a Dortmundhoz, Balogun a Pragához, Saliba Atalanta talán, így viszont Idaho Huescahoz, Lokonga Athletic Bilbaohoz, Patino a Lenzhez, megnyílt az átigazolási ablak. Meg megfigyeltünk valakit. Hát ez nagyon jó nekünk. Vagy na, megjöttek az eredmények. Utasd csak. Ja, itt nincs már senki. Utasd csak. Jó. Itt van, igen. 30 éves, 74-es. Őt köszönjük, nem kérjük. Többiekről nem tudunk ugye semmit már. És itt se lesz semmi, ha minden igaz. Aha. Na nézzük. Valami fejlődést észlelhetünk-e, de nem. Nem. Hát itt se. És a Liverpool nyert, ráadásul játszott még egy meccset, és azt is megnyerte. A United viszont nyert egyet, meg veszített. Nézzük már meg. Hol volt a mi meccsünk most? Nem az. A Fulham ellen itt kéne keresnünk, mert azok után történtek, érdekelnek minket. Nem. Hol van már? Igen. Legyőzte a Newcastle-t, vagy a Liverpool is. Az Aston Villát. Igen. Ez az, amit nem láttunk. Utána Wolverhamptontól kikapott a United. Aha. Liverpool pedig nyert. City is jó.
Na. Itt nyomatunk egy kicsit a morálon. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Igen, így sem ment feljebb a morál. Így sem ment feljebb. Sehogy se. Hát ennek semmi értelme nem volt akkor. That's all we have time for today. Na de srácok, ennyi volna már. Remélem, hogy tetszett, és innen fogjuk folytatni legközelebb is. Sziasztok!